aki szeretne eljönni a Monaco Dakar Rally Raidre, annak elsősorban kell, hogy rendelkezzen egy autóval. Az autó felkészítésénél, megvásárlásánál nagyon fontos tényező az autó mérete és a motor. Mindenképpen próbáljunk meg 4 ajtós autót venni, hiszen nagyon kell a hely, mivel be kell, hogy férjen rengeteg olyan, amit az előírások megkövetelnek, illetve kényelmes kell, hogy legyen, hiszen sok ezer kilométert autózik mindenki ebben. A második fontos szempont az autóvédelnél, hogy jó állapotú legyen, tulajdonképpen mindegy a kora. Ez például egy 15 éves autó, de tökéletesen jó állapotban ahhoz, hogy a sivatagba is akár eljöjjünk, illetve a motor mérete, nyomatéka és teljesítménye, ami még meghatározó, hiszen néha mély homokból kell, hogy kihúzzon az autó, legyen elég nyomaték és legyen elég lóerő. Például ez egy 3200 köbcentis Mitsubishi Pajero, amelyik dízel egyébként. A kevés fogyasztás miatt javaslom a dízelt. Itt 1 euró egyébként pont Daklába, ahol most forgatjuk ezt a kis videót. 1 euróba kerül literje, tehát igazából nem drága. Az, hogy most 10 vagy 12 litert fogyaszt, nem számottevő. Ez az autó egyébként kb. 12 litert fogyasztott nekünk, egészen Budapesttől idáig átlagban. A motor, ha minél nagyobb és minél nagyobb a teljesítménye, annál jókedvűbbek leszünk, hiszen nem lesz probléma az, hogy néhány szorult, nehéz helyzetből kihúzzon minket az autó. Amit nagyon fontos, hogy megcsináljunk az előkészületeknél, ha már megvásároltuk az autót, az az, hogy tegyünk bele egy tartalékakkumulátort. Általában ezekben az autókban elő van készítve, ez az eredeti gyári, mi beleraktunk egy tartalék ugyanakkora akkumulátort, tehát valójában 2 akkumulátorunk van, egy kapcsolóval, ezzel a kapcsolóval rá tudom kapcsolni a második akkumulátort. Ez néha, hogyha csörlőzünk például, akkor szükséges, hiszen a csörlő rengeteg áramot fogyaszt. Nagyon fontos még a előkészületeknél legyen nálunk egy olajszűrő és légszűrő, hiszen a légszűrőt azért ebbe a porban illik cserélni néha. Ahhoz, hogy kényelmesen tudjunk vezetni, fontos dolog, hogy jól lássunk. Néha este is kell vezetni, hiszen itt körülbelül napi 600 kilométereket megyünk. Hogyha ez az offroadban van, akkor igencsak sokszor sötétedésbe nyúlt a vezetésünk, emiatt sokszor használtuk a lámpákat. Hogyha van egy jó reflektorunk, kényelmesebb, könnyebb, jobban láthatóan lehet vezetni. Ami viszont nagyon fontos az autónál, az az autónak az alja. Ezen is van egy alumínium haspáncél. Rengetegszer ütődött oda, amikor offroadon voltunk, terepen, az autó alja a bokháthoz tulajdonképpen, hiszen van 2 nyom, ki van ásva, ki van vájva, megsüppett a már ott járt autóktól, és középen szinte húzza a hasát az autó néha. Nagyon hasznos, kihagyhatatlan, különben szétverjük a motornak és a váltónak az alját. Az előírásoknak megfelelően az autóba kötelezően be kell építeni 2 pótkereket. Ugye egy alapjából benn van, mi kiszedtünk egy ülést és ide betettük. Kötelező 10 liter víz, és kötelező a tűzoltó készülék is, amelyiknek az érvényessége jó kell, hogy legyen. Nagyon fontos, hogy felkészüljünk tisztítószerekkel, például nálunk van ablaktisztító, hozzá rongyok, papírtörlő, hiszen folyamatos por miatt nagyon fontos, hogy tudjunk tisztán tartani mindent. A lapát, a másik lapát és a homokfutók, ezek is alapfelszerelések, egyrészt kötelező is, tehát a szabályzat előírja, másrészt nagy hasznunkra lehet a sivatagba, hogyha puha homokba érünk és elakadunk. Természetesen kötelező minden ajtóba, ami tartunk, láthatósági mellényt, ugye, amit, hogyha valami baj van, az ember fölvesz, és sokkal jobban a sivatagba is meglátják. Ami pedig mindig van az embernél egy ilyen úton, az a duct tape, mindenre jó mindig, folyamatosan használjuk mi is. Nagyon fontos, hogy elő legyen készítve a GPS-nek, ami az utat mutatja tulajdonképpen, illetve nagyon fontos, hogy a nyomkövető rendszer. Mi például, amikor tegnap eltévedtünk, kaptunk egy telefonhívást erről a készülékről, bemondták, hogy rossz fele megyünk,
12,5 kilométert menjünk 303 foknak, és akkor visszatérünk a rendes nyomba. Nagyon-nagyon fontos elem az, hogy legyen terepválta az autóban. Négy kerekes kell, hogy legyen az autó. Ez egyébként kötelező is itt az Afrika részen, úgyhogy kétkerekes autóval nem lehet eljönni, és őszintén megmondom, nem is lehet megcsinálni a talajon, ezeken a homokos, puha talajokon ezt az utat, úgyhogy nagyon fontos, hogy négykerekes autó, illetve a terepváltó, hogy le lehessen zárni esetleg a középső differenciálművet, vagy a hátsó differenciálművet, az nagyon sokat tud segíteni egyébként. Amiről még nem beszéltem, az az abroncsok választása. Teljesen mindegy, milyen abroncsal vesszük az autót, viszont az egészen biztos, hogy ide a legjobb terep abroncsok kellenek, hiszen azon múlik az egész utazás élvezete, hogy milyen jók az abroncsok, és milyen jól tudunk közlekedni vele. Nagyon fontos, hogy a sátrat, a hálózsákot és a matracot jól válasszuk ki. Mi valójában a felfújható matracokat használjuk, amik sajnos nem a legtökéletesebbek, ezek ilyenek egyébként, de viszont nagyon kényelmes. Ellenben sajnos a talajon lévő kövek és tüskék és egyéb ágak, azok ki tudják szúrni, és sajnos előfordult már nálunk is, hogy reggelre leeresztett, és nagyon kényelmetlen volt az éjszaka. A sátornál, illetve a hálózsáknál pedig arra kell figyelni, hogy legalább egy -5-10 fokos hálózsák legyen, hiszen első éjszaka mind a hárman majd megfagytunk reggelre, annyira hideg volt a 0 fokos zsákunkban. Fontos eleme az autónak az agregátor és a kompresszor, illetve az emelő, hiszen hogyha sivatagban vagyunk, általában le kell engedni a gumit, utána pedig fel kell fújni, különben lefordul a kerékről az abroncs, emiatt kell a kompresszor, hogy tudjuk a kerekeket fújni. A kompresszorhoz természetesen áram kell, illetve lehet kapni olyan típusú kompresszort is, amelyik a szivargyújtóba dugható, de azok sajnos nem elég nagy teljesítményűek, nagyon-nagyon hosszú idő, amíg azok felfújnak egy-egy ilyen nagy balonos kereket. Fontos elem még a tartalékbenzin, illetve gázolaj. Nekünk egy 20 literes marmonkanna van benne az autóba, és ez biztosítja a biztonságot, hogyha véletlen kifogynánk a sivatagba az üzemanyagból, akkor tudjunk után tölteni. Ami még nagyon fontos, az a világítás, hiszen este, hogyha az emberre rásötétedik, akkor jó, hogyha a sátorhoz egy világítást fel tud rakni. Mi általában gyors kötözőről ezt felkötözzük, és az agregátorról tudjuk üzemeltetni. Egy megfelelő hosszabbítóval az agregátor messzebbre is elhelyezhető, és akkor nagyon csöndesen működik. Aki elhatározta, hogy elindul a Monaco-Dakar Rally Raiden, az kezdi az autóvásárlással, utána pedig az autó felkészítéssel. Nagyon fontos, hogy olyan műhelyre bízza a felkészítést, akik szakosodtak ilyen témákra.